Így azért megadom neki a figyelmet, nem? Mert hát tudja, hogy itt vagyok. Szia! Ott van lenne neki a feje. Az az? Fehér kis cucc középen? Nem tudom. Ajaj. Oké! Tehát olyankor azt nem szabad. Rendben. Na tehát itt is vagyok a Final Nights 3-mal. Átjövünk a harmadikra, mert azt mondtátok nekem, hogy ez egy befejezett Final Nights játék, ami stabil állapotban is van, és játszható is. Úgyhogy megnéztem már az optionzeket, most azt kihagytuk, mindent felhúztam a legmagasabbra, ami volt, úgyhogy kezdjünk is bele, mert most már elég jó lenne valamivel játszani, mert hát tegnap nem éppen sikerült, ugye? Tehát úgy kezdünk, hogy szomorú zene van és rendőrségi sziréna. Már hangos egy picit a zongora. Minket visznek börtönbe, vagy hullaházba, vagy hol visznek minket, basszus? Esik az eső. Jó. Kocsi, ház. Kórház. És fekszünk, tehát most valahogyan így vagyunk. Rendben. Tehát kórházba isznek minket, mert hogy... Gondolom az előző játék végének lenne ez valami köze, hogyha ugye ki tudtuk volna vinni a második éjszakát. Vagy lehet, hogy azért vagyunk itt kórházban, mert skizofréniásak vagyunk, mint ahogy megmondtam. Úgyhogy ennyi volt az intro. Hali, én vagyok ez, megmutatom neked, hogyan kell túlélned a legrosszabb rémálmodat. Ahhoz, hogy leszállj az ágyról, kattints a szoba közepére, vagy nyomd meg a W-t a billentyűdön. Hát akkor gondolom W-zünk, úristen, ez nagyon-nagyon laggol. Amikor középen vagy balra jobbrával tudsz forogni. Klikkelni tudsz át szobákba. Miért ilyen pixeles? Jó, így tudsz izélni. Space-szel tudok ilyet izélni, hogy vissza tudj menni, nyom meg az est, rendben. Ennyi, hogyha megnyomom a klikket, akkor ide tudok futni. Space-szel tudom... Kattintással bezárom az ajtót, space-szel meg... És akkor itt csukva is marad. Itt pedig ide tudok jönni és behúzni a függönyt. Viszont nem tudom csukva tartani őket. Itt pedig tudok klikkelni, hogy felszálljak az ágyra. Space-szel tudok aludni, az idő csak akkor fog menni, hogyha alszok. Ha én vagyok az a legjobb barátod, csináld ezeket a tippeket, hogy túlélj. Csak is kizárólag akkor mehet az idő, hogyha alszol, nem tudsz aludni, hogyha benn vannak a ezek. A puppetet el kell ijesztened, hogyha a legközelebb van. Csukd be azt a kis szekrényt, csukd be az ajtót, hogyha a barátom van legközelebb. Akkor gondolom meg fogjuk próbálni. Night 1. Én nem nagyon tudom, hogy ennek ilyen szinten... Gondolom ennek nem kéne ilyen szinten laggolni, hogy miért laggol, azt sem értem igazából. Ezt csak úgy rácsukom. Elment. Itt is van valami. Mi volt ez a vízhang? Elment, gondolom. Jézusom! Tehát ő akkor gondolom kim volt a folyosón szerintem. Jó, valami erősebb, tehát valami keményebb leírást, ami ugye el is mondott volna fontos infókat, azt ugye elfogadtam volna. Vagy valami... Balumboy. Ő volt gondolom a szek... Igen, ő volt a szekrényben, jó. Beszeretnék menni az optionsbe, és megfogom, és letolom a grafikát a rágba. Kérlek, kímeld meg a krumplimat. Teljesen kikapcsolja az árnyékokat, de szét tud szedni néhány mechanikát. Hát, kérlek, ne kímeld meg a krumplimat, mert nem egy krumplin játszom, de... Hát jó. Tehát akkor ő a folyosón van. Nem mondta el a játék, hogy mit kell csinálni a folyosón lévővel. De fogjuk rá, hogy elmondta. Tehát azt kell csinálni a folyosón lévővel, hogy rá kell világítani? Viszont akkor tehát az első éjszakát azt szerintem kezdhetjük úgy, hogy egyből alszunk, nagy valószínűséggel. Jó, egyből alszunk. És egyből fel is kelünk. Hogy legyen időnk reagálni. Honnan tudom, hogy jön a... Fredo bátyja. Ott van Freddy. Mi történt? What? 1/2? Hát én kettes leszek, mert én mondtam már előző videóban, hogy én egy Freddy boy vagyok. Megevett a Purple Man.
mi a tököm történik? Valószínűleg volt tesztelve, mert ez már úgy készebbnek is néz ki, meg itt már működnek a mechanikák. Csak, hát én szerettem volna valami... Tehát valami keményebb leírást. Értitek? Ott a puppet. Tehát ezt csak akkor kéne becsukni, amikor közel van a ablakhoz. Eléggé olyan érzésem van ettől a játéktól, mint a Tioc story módra. Nem fogok a Tioccal játszani. Ezt leszögezem itt. Többet nem is fogok válaszolni arra a kérdésre, hogy játszok-e a Tioccal, mert már idegesít. Nem fogok vele játszani, és pontosan ezért az indokér. Mert ott sincsen elmondva neked gyakorlatilag semmi. És én azt idegesítő gameplaynek találom, hogyha nekem kell rájönnöm mindenre. Én ezt idegesítő gameplaynek találom. Viszont azt sem szeretem, hogyha a játék gyakorlatilag végig nyal engem azzal, hogy mit kell csinálni. De azért szerintem meg lehet találni így a jó középpontot köztük. Alszunk egy nagyon-nagyon minimálisat. Ott van a puppet, de nincsen ott mégsem. Ő ott van, de nem csukjuk még rá. Flashlight. Itt nincsen viszont senki. Na de itt! Nem ezt akartam, hogyan csukom rá? Ennyi volt, gondolom. Ezt is... Nem. Nem értem, hogy mikor kellene ráhúzni a függönyt. Na tehát, itt vagyok 2,5 órával később. Ugyanis ez a kicseszett játék 15 gigabyte. Úgyhogy indítom, nem tudom, hogy mire számít, csak 15 giga és 2,5 óráig tartott, basszus. Óráig töltöttem, utána egy óráig csomagoltam ki. Másik fél óra az nem tudom, hogy mivel ment el. Úgyhogy na, itt is vagyok. És akkor nagyon-nagyon remélem, lecsúszik minden, hogy ez a játék, ez most már ténylegesen egy olyan játék, ahol fogunk infót kapni arról, hogy mi történik. Mert annak eléggé örülnék. Itt közben állítgatok a grafika dolgokon. Szerintem a high az úgy normális lesz. Kíváncsi vagyok, hogy fog kinézni, meg hogy mi fog benne lenni. Úgyhogy gyerünk, Final Nights 4. Miért vannak googly szemei Springtrapnek? Az menő volt az a transition. Na ez már egy befejezett játéknak néz ki. Opa. And I'm a paranormal investigator. Paranormális investigator. Több mint 5 éve már tanulmányozok. I know I'm close to finding out what happened. Tudom, hogy közel járok ahhoz, hogy kiderítsem, hogy mi történik. Eltűnések, gyilkosságok. Testek se kerültek elősorra. I need to know what happened. It could be my breakthrough. It could solidify me as the man who solved Freddy's. Én mondtam, hogy őrült vagyok. Már a második játékban kiderült, hogy őrült vagyok. Teljes mértékben őrült vagyok ezzel a FNAF-os helyen. Hoppa, megjött az Amazon csomag. This note is the keys of Fredbear's. I cannot disclose my name, my origins, or how I found you. PM. But I will meet you there. PM-től kaptunk egy üzenetet, hogy itt van a kulcs Fredbear's-ben. Nem mondhatom el, hogy ki vagyok, vagy hogy mi a nevem, csak menj be és bent találkozunk. Úgyhogy na igen, ez a játék, ez már úgy néz ki, mint egy befejezett. Mi van vele? Szétmosott textúra. Jó, ez egy... Wow. Mi okozta ezeket a szimptomokat? Tehát ez úgy néz ki, mint hogyha... Ez egy Dead of Night-ban lennénk egyébként. Nem tudom, hogy miért. Én kíváncsi vagyok arra. Ott van, látjátok? Jobb oldalt, amikor így elfordulok, ott van Shadow Bunny, vagy nem tudom. Wow, na ez a játék, ez már alapjáraton úgy is néz ki, mint valami, ami ilyen brutálisan minőségi. Combining that is a bit difficult. Ez mi? Ez egy...
ablakletekerő a kocsiban? He? Mindegy, gondolom nem itt kell ezt használnunk, úgyhogy menjünk is el. És akkor menjünk be. Gondolom, a kulcsa. Áó! Szerintem mindjárt megdöglök. Itt van valami kis székünk. És akkor... ezek nem mennek össze, szomorú, szomorú. Tehát elvileg mi itt valahol tudjuk használni a széket. Kulcs szó az, hogy elvileg. VSD-ben nem tudunk mozogni. Ez ugyanúgy azt írja. Balra nem tudunk menni, jobbra nem tudunk menni, előre még egyszer. Visszakerültünk valahogy. Itt van valami kis szoba. Ez egy office. Megérkeztünk egy kisebb office-ba, ahogy látom, és úgy nem nagyon látok semmit, ami úgy nekünk innen hasznos lenne, de viszont balra felé kimennék. Egy számzár. Hát 1955 van ráírva, úgyhogy nézzük meg az ezer... Nem tudom, hogy mire nyílott ki az ajtó, de valamire kinyílott, az fix. Tehát gombozni nem tudunk, ott van egy nyitott ajtónk, de nem tudunk vele mit csinálni. Jól van. Itt voltunk már igazából, itt úgy semmit nem tudunk csinálni. 1973 is oda van írva, ha? Érdekes, érdekes. Ó, a space-en megyünk vissza? Jól láttam, mert megnyomtam a space-t és visszafele mentünk. Nem tudom, érdekes az irányítás, és biztos, hogy fura lesz hozzászokni, de nem azt mondom, hogy rossz. Csak ilyen irányítást meg nem lát. Do not breathe. Ne lélegezz. Hát jó, ott jobbra voltunk, előre nem voltunk még. Hát most már voltunk, és itt van a... paplet. És mi ezzel itt nem tudunk mit csinálni, mert itt van ez. Igen. Jó, picikét érdekes ez a... mert nem működik megint. Jó, most jó. Tehát ott van az. Tehát oda szerintem ezt kell rakni. És már csak az a kérdés, hogy hogyan rakjam ezt oda. Mert tehát ott deszkák vannak, a deszkákat jelenleg nem hiszem, hogy le tudjuk szedni akármivel is. Kezembe veszem ezt a széket, ha bár nem hiszem, hogy segítene. Felfele még pedig nem tudunk nézni, itt semmire nem tudunk rányomni, tudtam ma. Na, oda kell. Jól van, meg vagyunk. Kemény. Van egy fejszénk. Akkor most menjünk ide be jobbra és üssük le ezeket a deszkákat, gondolom. Legalábbis szerintem. Nem? Kézbe kell tartani a dolgot, amit szeretné használni. Ez nem tudom, miért nem volt nekem egyértelmű, basszus. De mindegy, itt van akkor a cső, ami hát el fogja állítani ezt a szutykot. És akkor gondolom erre kell ezt ráraknunk. Nem raktuk rá. Akkor ez csak szimplán ott marad, jó. Tehát lezártuk a szelepet. Úgyhogy akkor most gondolom mehetünk vissza arrafele, ahol a puppet volt, ami nem errefele van. És akkor most már el is... ott van a puppet. Puppet likes attention, but he doesn't like being seen. Puppet szereti a figyelmet, de nem szereti, hogyha látják. Press space to continue. VASD-vel tudjuk... ha. Egy flashlightot hoztunk magunkkal. Ha? Mi van? Tehát a puppet szereti a figyelmet, de nem szereti, hogyha látják. Gondolom akkor így el kell húzni ezt. Hogyha itt jelenik meg. Jól csinálom? Tehát, hogyha úgy van, hogy felénél van, akkor el kell húzni ezt a szutykot innen. Hogyha meg úgy van, hogy ezen az oldalt van csak a bába, akkor... tehát szerintem annyi a lényeg, hogy az egerem ne menjen rá a puppetre. Szereti a figyelmet, de nem szereti, hogyha figyelik. Így azért megadom neki a figyelmet, nem? Mert hát tudja, hogy itt vagyok.
Szia! Ott van lenne neki a feje. Az az? Fehér kis cucc középen? Nem tudom. Ajaj. Oké! Tehát olyankor azt nem szabad. Rendben. Tehát hogyha a puppet van ott valahol, akkor ott nem szabad interaktuálni. Csak akkor, hogyha a bábúja van ott valahol. Értem. Szóval, hogyha itt van a bábú, akkor világítani kell. Hogyha itt van a bábú, akkor el kell húzni ezt a szutykot. Ha itt van a puppet, akkor nem szabad világítani. Ha itt van a puppet, akkor nem szabad elhúzni ezt a cuccot. Elvileg. Legalábbis ez... ezt sugallja nekem. Jó, úgy tűnik random, hogy miket csinál. Vagy ilyenkor az... ilyenkor az ellentétjét kell csinálnunk, hogy tudja, hogy itt vagyunk, de nem ráfigyelünk. Tehát, hogyha itt lesz a puppet, akkor balra kell világítani egyet. Ilyenkor el kell húzni ezt a szutykot. Úgy feltekerem basszus, hogy egész paksot ellátom árammal ezzel. Ezt a napot, hogy még egyszer ilyen későn basszus, nem fog videót venni, mert nem lehet semmit sem látni a facecamra. Mert úgy világítok, mintha Mennyországban lennék. Kicsikét besötétünk akkor, ha már egyszer horrorra játszunk. Na, ez így már valahogyan már megy is. Ezt egy teljes mértékben kivihető játéknak mondom. És egyelőre egyébként tetszik is. Ez úgy is néz ki, mint amit befejeztek, mert hogy... tehát az egyik játék, amivel játszottunk, abban ugye találtunk egy bugot, a másik játékban meg nem volt... tehát az egyik az... ki volt már alapból véve. A második az nem működött. A harmadikban nem volt elmondva minimálisan sem, hogy mit kell tenni. Ez meg viszont eléggé jó. Mi történt vele? Ki jött? Valahova elment, azt láttam. Azt, hogy hova, azt nem tudom. Na kezdünk begyorsulni, basszus, itt az actionek között, úgyhogy azért már oda kell rendesen figyelni. Tehát annyi a lényeg, hogy ne csináljuk azt, ahol ő van, különben megdöglünk. Jó, tekerem. Ilyenkor kell egyáltalán az ellentétjét csinálni, vagy nem szükséges? Szerintem meg lehet, hogy ilyenkor nem is szükséges azt csinálni, amit... tehát az ellentétjét. Nem akarom most már megpróbálni, mert most már annyi ideig eljöttünk, basszus, hogy most már komolyan mondom... ha ezt elbukom, akkor gatyamadzag. De ilyenkor itt mi megy el? Szia, látlak. Na? Üdvözöllek! Night 1! És közben ő meg így... megy! Így át mindenen. Flashbanget kaptam, basszus. Olyan fényes vagyok a facecambe. Jó, most már nem. Ajajajajajaj, itt van egy kis FPS-beli probléma. Ja nem, csak a... csak a képennyi lagos. Szia! I'm just messing with you, Henry. I'll give you the quick rundown on how the animatronics and the building systems you requested actually function. First up, you have your cameras up front. Feltekerem a hangot. Activate them by pressing space on the keyboard in front of you. Jó. Press S to exit back out. I took the liberty to go into some state-of-the-art tech for us here. And a screen that could detect your fingers location. Próbálok figyelni, annyira halk. Pretty fancy stuff. Anyway, touch a bar on your buttons to switch cameras. Any room with a green triangle can be selected. Jó. Even the vents. A vent is. Now you also have your alarm and air refresh buttons. Alarm is only need the alarm. Air refresh. Press signal up bright, loud and red alarm to ring in whatever room you have. Jó, tehát ez riasztani tudunk egy szobába. And now onto your animatronic buddies. Valami left shiftet mondott. Fredbear is up first, taking the role of power management, basically. Fredbear. Azt gondolom ő. Nyomd ki! Tehát Freddy azért tudja nyomni az áramot. Jó, tehát Freddy az akármilyen hang után megy. Akármilyen hangot meghalt, tehát akkor valószínűleg rá van a riasztó. Shift key. However, is a bit of a beast. You'll wander around looking for intruders. Normally, if you wear your guard uniform, you'll be in shipment. A shift, azaz a cucc, ami a mi
officeunk mellett van, tehát itt vagyunk mi. Mi feltöltöm a felhőre a palit. A viszontlátásra. Nem akarsz visszajönni? Hova ment a bátyja? Viszlát? Bement a kicsömbbe hátra? Az nincsen közel hozzánk. Ő csak úgy eltűnt. Ő is mozog. Kemények vagytok. Ez mi ez a gomb, azt is feltöltöm a felhőre a palit, vagy mi? Tehát... Google Drive? Ja, figyelnem kellett volna, basszus. Az a baj, hogy annyira rövid a figyelő képességem. Tehát, hogyha valamit elmondanak, akkor én ezt egy pár percet később már nem fogom hallani. Jó, tehát Freddy az jön visszafele. Eléggé kidüllett szemei vannak Chorinak. Hol is van Bonnie? Ez egyik gift shopban van, a másik arcade-ban. Jól van, akkor mi lenne, hogyha riasztanák egyet? Hehehe. Ez most felém jött? Mit keresett a Party Room 1-ben? Azt mondta, hogy a Party Room 1-ben van, akkor... Csináljam ezt. Ez egyik eltűnt. Na, mi? Az egyik bespannolt Party Room 2-be, a másik Party Room 1-be. Az egyik eltűnt. Nem akartok visszamenni ide? Ez tök jó hely volt nektek. Tudjátok, még az öreg... Üdvözletem! Mit csinálják veled, hogyha te itt vagy? Kicsikét... És meg fogsz ölni? Vagy... A viszontlátásra, uram. Tehát ő jött. Ő jött. Jó. Eljött értem, megnézett engem, hogy hogy vagyok. Szevasz, spanom, élek még, csöcs. Azt elment. Ötletem sincs, hogy jól csinálom el, amit csinálok. De valahogyan nem haltam még meg, úgyhogy valamit biztos, hogy jól csinálok. Minek ketten itt vannak? Mennyi idő van? Időt azt nem tudunk nézni, basszus. Nem. Szomorú. De csináld ezt. Freddy nyomta le, az a köcsög. Négy ilyen van még, csak ott... Ho, 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 ho. Tetszik a dalod, Freddy? Tudnám még valami egy olyan két órát egyébként? Még annyi van még hátra itt a munkámból. Léci, ha nagyon-nagyon szépen kérlek. Talán? Esetleg kérlek? Haj, ez annyira creepy, annyira utálom, amikor várunk valamire és nem tudjuk, hogy... Erre. Erre várunk. Jó. Jó. Én azt mondom, hogy én nekem szerintem erre aludnom kell egyet. Hogy kipróbáljuk újra. Na de szerintem megvan az a játék, amit valószínűleg ki fogunk játszani, mert a Final Nights 4 az egy olyan állapotban tűnik, hogy van. Tehát úgy néz ki, hogy olyan állapotban van a játék, hogy játszható. Na de viszont azt az egyet azt még nem értem, hogy mi történt.
Még azt még meghallgatom, hogy mit kellene csinálnom, hogyha lenyomják az áramot. Na de mindegy egyébként. Ott is van egy vent jobbra lent, most nézem. Na mindegy. Akkor én szerintem holnap visszajövök, akkor a Final Nights 4-en most már végre megtaláltuk azt a játékot, ami olyan állapotban is van, hogy játszunk vele. Hát akkor örülök neki, hogy végre találtunk egy olyat, ami ténylegesen vihető, mert már egy picit untam, hogy hát még az egyik játékra a másikra az őszintét megvan. Főleg úgy, hogy ez egy 15 gigás letöltés volt, amit egyébként este 8-kor veszek fel. Általában 4-kor szoktam videót venni, 5-kor álltam ma neki. Amit a videón én láttatok, azt vettem, aztán eljöttem letölteni a 4-et, mert nem nagyon értettem, hogy mi van a 3-ban. Úgyhogy hát, ja, honnan találkozunk majd, jövök újra a Final Nights 4-jel. Csösztök, Hani! Bruh.